Már majdnem kész ez a frissen épült társasház Győr-szigetben. Jó helyen van az épület, innen alig 5 perc séta a belváros, de a folyópartok is közel vannak, biztosan nem lesz gond értékesíteni a lakásokat. De nem csak itt, szinte minden városrészben épülnek új otthonok, közel 1700 új lakás készül Győrben. Ennek az önkormányzat is örül, de azért vannak buktatói is a gombamódra szaporodó új ingatlanoknak. Hogyha ebből városszerkezeti, közlekedés és egyéb olyan problémák is származnak, vagy származnak, aminek nem kéne lenni, torzulások, akkor viszont ott az önkormányzatnak valamit lépni kell a főépítész előterjesztésével, vagy előkészítésével, a város vezetésének és a közgyűlésének valamit lépni kell, tehát bele kell nyúlni még akkor is, ha nem szeretünk a piacba bele nyúlkálgatni, meg nem illik, de muszáj, hogy a további torzulásoknak elejét vegyük. A sok új lakás jó hír, de egyáltalán nem mindegy, hogy hova és milyen házak épülnek, ebbe azért a városnak is van beleszólása. Az elmúlt időszakban több olyan intézkedést is hozott a közgyűlés, ami szigorúan szabályozza azt, milyen környezetbe, milyen új épületeket húzhatnak fel. A változtatási tilalom ugye nem azt jelenti, hogy örökre szóló építési tilalom, hanem azt jelenti, hogy addig, amíg beszabályozzuk és finomhangoljuk a szabályozást és a rendeleteket, addig ideiglenesen azt mondjuk, hogy nehogy elszabaduljon a pokol. Tehát a másodlagos hatást én akkor vélem vagy remélem elérni, amikor majd ráhangoljuk a szabályozást azokra a területekre, amik változtatási tilalomban, és lássuk meg, hogy ebből mi következik. Az új házakhoz új parkolók is kellenek, erre is odafigyel az önkormányzat, éppen ezért szabályozzák, hogy az újonnan épülő társasházakhoz lakásonként mérettől függően 1, 1,5 vagy 2 megálló helyet biztosítani kell. Kivétel ez alól, ha az alaksorban üzlet működik, ahhoz nem jár parkoló. Parkolási rendelet tervezetben az van, hogy a kis lakásokhoz azt gondoljuk, hogy 1, a közepes lakásokhoz 1,5 és a nagyobb lakásokhoz gondolunk 2, tehát a szabályozásban az van, hogy 1, 1,5 és 2 autót rendelünk hozzá a lakásszámukhoz, és igen, most azért lesz például drákai a rendelet, mert kifejezetten és határozottan kivételek, kibújók és mindenféle egyéb hókusz-pókuszok kizárásával az új építésű lakásoknál annyi parkolót kell kötelezően biztosítani, amennyi ez az 1,5-2 alapján a lakásokhoz szükségképpen jár. A közgyűlés korábban már több városrészben rendelt el változtatási tilalmat, a jövő pénteki testületén pedig újabb fontos döntések születhetnek. A témával jövő hétfői Konkrét című műsorunkban bővebben is foglalkozunk.